Püspöki székhely lett Miskolc, a búzatéri görögkatolikus templom pedig székesegyházi rangot kapott. Ezzel együtt megszületett az egész Borsodabói Zemplén megyét magába foglaló Miskolci apostoli exarchátus is, amelynek élére Orosz Atanászt nevezte ki püspöknek 16. Benedek pápa. Orosz Atanász személyében 66 éve először van önálló vezetője az exarchátusnak, amelyhez jelenleg 59 parókia tartozik. Az exarchátus elnevezés kormányzóságot jelent, amely az egyházmegyénél valamivel alacsonyabb rangú, szerényebb létszámú részegyházat feltételez. A Miskolcit az apostoli szentszék hozta létre, így a szentszék alá is tartozik, és nem valamelyik más magyar püspökség alá. Most újra van saját vezetőnk, és a kibővítés által egy életképes, szervezeti egység élén levő püspök átvezethet bennünket az egyház megyébe, ahol ő egy megyés püspök lesz majd. Borsodabaui Zemplén megye, azaz voltaképpen a Miskolci apostoli exarchátus területén a becslések szerint 60 ezer görög katolikus ember él. Az ő új püspökük lesz Orosz Atanász. Adamóci szerzetest 16. Benedek pápa nevezte ki a feladatra. Orosz Atanász szerint a legnagyobb feladatot a megyében tapasztalható társadalmi feszültségek jelentik meg számára. Ezen a területen nem tehet úgy tovább a lelkipásztor, mintha csak az őshonos magyar hívekre lenne gondja, itt a kisebbségre, a közelben élő szlovákokra is nagy tekintettel kell lenni, és úgy gondolom, hogy a cigánypasztoráció terén nagyon-nagyon világos erővonalakat kell kialakítani. Orosz Atanászt itt a búzatéri görög katolikus templomban szentelik püspökké május 21-én szombaton. A templom parókusa szerint nagy kitüntetés érte Miskolcot azzal, hogy görög katolikus püspöki székhely lett, a búzatéri templom pedig székesegyház. Sajnos a templomunk kicsi a mostani létszám befogadásához, ezért más technikai megoldást kellett találnunk, hogy mindenki részesüljön, aki szeretne bekapcsolódni a szentelési szertartásban. Benn a templomban a meghívott püspökök, papok, a rokonok és a protokoll vendégek számára lesz csak hely, mert olyan 250 személyt tudunk elhelyezni. A hívek pedig a templomon kívülről két kivetítőn követhetik majd figyelemmel az eseményt. A jövő hét szombaton 10 órakor kezdődő szertartás miatt a búzatéri templom környékén részleges útlezárásra és forgalmi rendváltozásra is kell majd számítani.